Az elmúlt tíz év leggyengébb éve volt a tavalyi a megszerzett nyelvvizsgák szempontjából. Országos szinten harmadával esett vissza a vizsgázók száma 2019-hez képest. Az Elte Origó Nyíregyházi Vizsga központjában 2020 márciusában 252 sikeres nyelvvizsgát tettek le, egy a később mindössze 20 -at. A visszaesés egyértelműen a koronavírus járvány miatt volt. A kormányzat emiatt döntött úgy, hogy a gazdaságvédelmi akció keretében országosan mintegy 75 ezer már végzett hallgató vehette át diplomáját nyelvvizsga nélkül. Más területen is volt enyhítés. Tavaly a felvételihez mentességet kaptak a hallgatók. Tehát nem kellett csak azokra a szakokra a, az emelcintű érettségi, az kellett, de a, mondjuk a nyelvszakosoknak az emelcintű érettségi vagy a felsőfokú nyelvvizsga. Tehát itt is Elképzelhető, hogy a, a, a hallgatók még az utolsó percben, aki befutott volna, esetleg visszamondta. Üresek voltak az elmúlt egy év nagy részében a nyelviskolák, de a középiskolákban és a felső oktatásban sem tarthattak személyes nyelvórákat. Ezek a változások az oktatás hatékonyságát is csökkentették dr. Smercer Erika szerint. Mint mondta, az idegen nyelvben nagyon fontos az interakció és a hangzók folyamatos ellenőrzése, ami a távoktatásban nehezebben kivitelezhető. A vizsgáztatás is interneten zajlott az említett időszakban, amelyhez a technikai eszközök a legtöbbször adottak voltak ugyan, de a tapasztalatok alapján ilyen formában a tanulók nem tudták kihozni magukból a maximumot. Nem nagyon szerették a vizsgázók, tehát nem nyerte meg a tetszést. Biztos oka ennek az is, hogy Magyarországon mindenhol papír alapú szávunk zajlik. Tehát szokatlan még az online vizsgáztatás. Ennek ellenére, akinek nagyon nagy szüksége volt a, a bizonyítványra, letette a, a vizsgát online módon. Mi nem szerveztünk írásbeli online vizsgát. Ez nagyon érdekes volt egyébként, mert mindenki a saját otthonából töltötte ki a tesztet, vagy otthonában töltötte ki a tesztet, úgy, hogy két kamerával figyeltette magát. Tehát elvileg tudták ellenőrizni, hogy, hogy tiszta-e a, a, vizsga lefolyása. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy egyelőre marad az online vizsgáztatás, idén azonban nem hirdettek meg nyelvvizsga amnestiát. A végleges döntésre azonban az utóbbi illetően még várni kell.